Köszönöm szépen. Nagyszerű megható bizonyságok voltak. Szeretem az ilyen bizonyságokat. Mikor hallgattam a feleségemet és Visi pásztort, akkor arra gondoltam, hogy hol mondjuk el mi sokszor. És arra gondoltam, hogy illetve eszembe jutott, hogy ennek a négy kemecsei fiúnak nem is egy, hanem két fontos vezető is nem engedte, hogy a hangszerekhez hozzányúljon. Az erős idő bekapcsolja, mikor ő nincs ott, akkor semmihez hozzá nem kockálhatnak. Misi pásztorral ezt nagyon bíráltak, és nagyon mentünket harcoltunk ezzel, és ezek nagyszerű zenészek lettek, nagyszerű igéhirdetők lettek. Sokszor képesek vagyunk ott elrontani ember, hogy azt mondjuk, hogy hozzá ne piszkálj, ne nyúlj hozzá, mit képzelsz? Én még annyit tennék hozzá, hogy ugyanúgy meghatódtam én is, mint ahogy Misi pásztor. Csak én egy héttel ezelőtt, mert ugyanerről négy fiúról van szó, akik irányban is voltak. És ott mindegy előttük járó generáció könnyes szemmel mondtuk azt, hogy jó látni, hogy a mi munkánk nem hiába az Úrban. Jó látni, hogy a következő generáció fel növekszik és bátran. Hát ez a Robi Edlund bátran hirdett az igét. Tegező viszonyban mondtam mindenet, fantasztikus volt tényleg. Nagyon jó volt. Kedveseim, köszöntelek benneteket advent negyedik, vagyis az utolsó vasárnapján látjátok mind a négy gyert a ég. És remélem, hogy tele vagytok várakozással, mert van itt egy jegyzetfüzet, két könyv. Hogy mire átrágjuk magunkat, van várakozásotok. Ki lesz próbálva. Tudjuk, hogy az advent várakozást jelent, erről már sokat beszéltük, és várunk, és várunk, és várunk. A Kossuth Rádió, amit a fiatalok szoktak hallgatni, különösen vasárnap reggel, van benne egy ilyen műsor, vagy vasárnap műsor, abban Kis Rigó László, Szeged Csanád püspök, egy nagyszerű mondatot a negyedik advent, negyedik gyertyaig, és most már a várakozásunk át fog menni ünneplésbe. Amen. Milyen nagyszerű mondat volt. Szeretem ezt a kis Rigót hallgatni. Vasárnap újságban benne van, úgyhogy általában ő szokott, ha egy katolikus szemét akarna megszólítani, katolikusok részéről ő szokott beszélni. Várunk. Mondjuk fizetés emelésre. Amen. Ugye? Mondjuk várunk valami elismerésre. Valami elismerésre. Aztán várunk mondjuk a fogorvosnál, egy laborvizsgálatnál, és a várásban az a lényeg, hogy ott valamit csinálni kéne. Hát persze a mai világban ez nagyon jó megy, belenyúlnak a zsebbe, és akkor kivesznek egy ilyen kis, általában fekete vagy színes, ilyen kis téglalap, kis vékony valamit, és azt rendőrül, hogy izgalomban nyomkodják a várakozás alatt. Vajon, hogy is kell várakozni, vagy mit is várunk? Ha a főtérre kimész, lehet, hogy nagyszerű kulturális esemény. Látsz esteként nagyszerű népi táncosok, meg folklór, meg minden van. És akkor ilyeneket énekelnek, hogy Jézuskának nincs Dunája, fázik az ártatlan. Erre várunk. Dobjunk már össze egy Dunára valót, hogy oldódjon már meg akkor minden problémát, ha bőjön már mindenki. Évek óta hallom ezt. Az 1 Tesszalonika 1.10-ben van egy nagyszerű ige, ami helyre tesz bennünket. Egy Tesszalonika 1.10-ben azt olvassuk, hogy és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadított minket amaz eljövendő haragtól.
annyira jó volt a bevezetőbe, illetve a bizonyságtételek előtt Romi pásztornak az a jó kis helyigazítása. Olyan jó kis poénjaim lettek volna, hogy kénytelen vagyok lemondani róla, olyan jó kis vicceket mondtam volna, olyan jó kis pletykákat mondtam volna, de hát olyan, mint a gyerekek elveszik a kedvenc játékát, aztán hát mondom, akkor nem mondom. De nagyon fontos, hogy mit várunk. Nagyon fontos, hogy az Isten igényét úgy kezeljük, hogy Robi Baxter mondta, egy szólunk egy 10. 278. oldal. Neked. Akinek ilyen Bibliában, mint nekem. Tehát nagyon fontos, hogy értsük meg, hogy nem a Dunnával van egy baj, meg nem azzal, hogy Jézuska fázik, hanem nézzük meg, hogy mit mond az Isten igéje. Mert az Isten igéje igazság. És ha valóban az Isten igényét úgy tudjuk venni, mintha most mondta volna, mintha most lépett volna be ajtón az Isten, és elmondta, most sem mondana mást. Most is ugyanazt mondaná, csak ez több ezer év ezelőtt mondta, de nagyszerű emberek voltak, akik lúttollat, vagy nem tudom milyen tollat ragadtak meg, pergamentek meg, tekercseket, nem tudom, és lejegyezték. Tehát amit most felolvasunk, ebből az anyanyelvükre fordított nagyszerű szent könyvből, az az Isten szava. És az Isten szava azt mondja, hogy nagyszerű a fizetés emelés is, és nagyszerű az elismerés is, nem baj, ha ilyeneket várunk. De azt mondja az Isten igé, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszabadított minket amaz eljövendő haragtól. Ebből azt is látjuk, hogy a várakozásunk, mikor ünnepségbe fordul, ahogy a püspök úr mondta, akkor az Úr Jézus olyan hatalommal és dicsőséggel jön vissza, hogy nem bírjuk megállni, hogy ne ünnepeljünk. Mikor a Jézus születését, vagyis a karácsonyt ünnepeljük, akkor nagyon kevesen ünnepeltek. A pásztorok nagyon örültek, a bölcsek nagyon örültek, biztos, hogy a szülők is nagyon örültek, hogy megszületett, biztos, hogy Mária is nagyon örült. De a következő öröm, amikor a mi várakozásunk, az adventünk örömbe fordul, abban nagyon-nagyon sokan fogunk örülni. Nagyon sokkal többen, mint az első eljövetelekor. Tehát, hogyan kell várnunk? Nem mindegy, hogy várunk. Nem mindegy, ha az időt azzal ütjük el, hogy azt a kis lapos valamiben azokat a gombokat nyomogatjuk, aztán az még hangot is van, meg színes is, meg nem tudom milyen. A Lukács 12.30, én nagyon sok igényt fogok olvasni, lehet, hogy csak az lesz a legjobb a lejegyzetetek, de igyekszek gyorsan megkeresni. Lukács 12.30, mond nekünk egy példát arról, hogy hogy is kell várnunk. Lukács 12.37. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál, bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülheti azokat, előjön és szolgál nékik. Kedvesek, van egy nagyszerű érem. Nem egy, nagyon sok. De ez, amit most akarok mondani, az az, hogy a mi várakozásunk az egy szolgálatot jelent. Nem egy tétlen várakozás. Nem arról az, hogy valami lüssű vagyunk az időt, hanem a várakozásunkban, az adventünkben van egy nagyon fontos dolgunk. Szolgáljunk. A Biblia úgy mondja, hogy sáfár vagyunk. A Biblia ezt a szót használja. Tehát a sáfár a szolgát jelent. Tehát szolgáljunk, és nem is akárhogy. Vigyázva szolgáljunk. Boldogod a szolga, akit vigyázva talál. Mert ha ez így lesz, akkor eljön, és ő maga fog szolgálni. A mindenható Isten fog szolgálni afelé, a szolga felé, aki vigyázva, odafigyelve, nem az időt tétlenül töltve és bizonyos gombokat nyomogatva, hanem nagyon fontos dologgal tölti a várakozást, a szolgálattal. Mivel szolgáljunk? Kit, amire elhívott az Úr. Úgy szeretném, a profétai szolgálatom lenne, de nekem nem nagyon van ilyen, nagyon ritkán talán egy kicsit van, de ezért nem igyekszem ebben, hanem átadom a helyet, akiknek proféta ajándékuk van. Nem a másiknak az ajándékával akarunk szolgálni, hanem a magunkéval. Amiért kaptunk, amire el lettünk hívva, azzal szolgáljunk. Ha már Lukácsnál vagyunk, akkor a 17. fejezetnek a 10. versét olvassuk.
És mindjárt meglátjuk, hogyha mi nagyon nagyszerűen szolgálunk, és nagyon odaadással, és nagyon buzgón, és nagyon kedvesen, és nagyon aranyosan, akkor majd mindjárt nagy válveregetésben lesz részünk. Vagy nem? Lukács 17:10. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amit néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Boldog tudja, hogy hetek óta a csütörtöki óra hát csoport vesz az igét keresem, és végre megleltem, mert ez egy hívőknek szóló üzenet. Ez nekem szóló üzenet, ez neked szóló üzenet. És különösen, mikor valami ünnepek közelednek, rengeteg szolgálat van, és rengeteg tennivaló van, és beladunk apait, anyait, és boldogan csináljuk. Annyira tetszett, amit Misa mondott, hogy ez a szolgálat, hogy a nagyobb csomagból akkor még lehet tovább folytatni a szolgálatot. Nem állt le a szolgálat, hanem megy a következő csomag készítés, és ezt egy okos, nagyszerű háziasszony nagyon jól tudja, és nagyon jól tudja ezt csinálni, és már csinálta is. Mi az Istennek a véleménye azokról a szolgálatokról, amiket úgy elismerésként szeretnénk, úgy. Nem az Úrnak oda szánva, úgy testből, úgy talán egy kicsit kétszínűségből. Haszontalan szolgálat vagyunk. Mert amit kötelesek voltunk cselekednie, azt cselekedtük. Annyira hetek óra, olyan régen foglalkoztat ez az ige. Vajon ha most lenne az a pillanat, amikor a várakozásunk átvenni ünneplésben, az az ünneplésünk az a pillanat, amikor az Úr Jézus elragad bennünket, vajon milyen minősítést kapnánk, milyen szolgák lennénk? Megborzadok a talentumokra és a kírákra gondolok. Jézus mond két nagyszerű példázatra, ami közel hasonos, ha ő hasonló egymáshoz, majdnem mondhatnám azt, hogy teljesen hasonlít. És a gíráknál is, a kiosztott gíráknál is, a kiosztott talentumoknál is a végén van a harmadik személy, aki azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy te egy könyörtelen úr vagy. Tudom, hogy te ott is maradni akarsz, ahol egyáltalán nem is vetettél. Te mindenfelől csak a nyereséget szeretnéd. Ezért velem nem fogsz kiszúrni, amit adtál, én azt jól elástam, jól eltettem. Na itt van! Ezért vagy annyira rá, most kérek számot, tessék, itt van, megőriztem. Azt mondja az Úr Jézus ebben a példázatban, hogy nem. Nem megőrizni kellett volna, hanem szolgálni kellett volna vele. Sáfárkodni kellett volna vele. Vajon milyen sáfár, vajon milyen szolga vagyok én? Vajon milyen szolgák vagyunk? Döbbenetes, amit mond Jézus ebben a példázatban, mind a kettő azt mondja, hogy gonosz szolga. Gonosz szolga. Keresem, hogy hol van, hát Jézus Krisztus bőrök életünk van, mi bocsánatok van, minden jó, Jézus életünk mindent megcsinált, kegyelem van, halleluja. Nem lelem ezek a példázatokba. Amit szoktunk mondani, az olcsó kegyelmet nem lelem ebbe a példázatokba. Egy szigorú valóságot látok ezek a példázatokba. Gonosz szolga. Dobjátok ki a külső sötétségről, lesz sírás és fogcsikorgatás. Aztán elővettem a jó öreg konkordanciámat, aztán onnan felütöm már a szolgáknál, hogy mi van írva. Milyen meg is kéne a szolga, vajon mikor meg itt? Ilyen is van már most már azoknak, akik ezeket kis nyomogótósokat nyomják, ilyen modellek is van. Nekem még ez a jó öreg könyv van, nyomtatott formában, és a szolgáknál felütöttem, és hát fantasztikus, amit vannak írva. Itt olvastam azt, hogy boldog az a szolga, aki tudó vigyázva talál. Mely szolga tudta az ura akaratát, és azt cselekedte. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Milyen nagyszerű dolgok vannak. És lehetne sorolni. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Létezik, hogy két úrnak képesek vagyunk szolgálni. Létezik, hogy el tudjuk játszani azt a két mutatósdit, hogy itt vagyunk vasárnap is. Ihagy, csúvaj, halleluja, szép az élet, olyan szuper hívők vagyunk.
És a hétköznapi alkalmakra meg eszünk ágába sincs elmenni. Meg is beszéltük, hogy most már úgy fogok kérdetni a hétköznapi alkalmakat, hogy igaz, hogy lesz imóra, és igaz, hogy lesz házi csoport, szerván imóra, csütörtök házi csoport, de ne gyertek el erre az alkalomra, minek jönnétek? Felesleges. Választjátok inkább a kényelmet. Nagyon jó otthon lenni, olyan jó műsorok vannak a tévében, nyomogassátok a távirányítónak, akkor minek jönnétek el? Kár lenne ezért átöltözni, vagy megmosakodni, vagy az időt aztán minek? Tudunk mi képmutatóan keresztény életet élni? Szerintem profi vagyunk ebben. Profi vagyunk ebben. Ha valamit kérdeznek a gyülekezetben, úgy várjuk, mint a szorzótáblát. Ha el akar a pásztor, hogy az ígéretben még lehet ki is segítenénk. De eszünk ágába sincs hétköznapban, hogy elmenjünk gyülekezeti alkalommal. Eszünk ágába sincs, hogy felkiáltsam arra, hogy olyan jó lenne hétköznap egy biblióra, és miért nincs biblióra, csak imaóra van. Aztán ilyet is lehet még olvasni, hogy aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. Aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. Hát mi nem a bűnnek vagyunk a szolgái. Hát mi Jézusnak adtuk oda a szívünket. Bisi pásztor most megtudta, hogy Jézusnak oda lehet adni a szívét. Mert megtudta, hogy egy jó gyülekezetet kell keresni. Hát mi nem a Jézus szolgáljuk? Hát mi kit szolgálunk? Vagy kit szolgálunk akkor, mikor jó zaftos petykákba belevágunk jó irigykedésekbe, jó kis versengésekbe, kisebb hazudozásokba, subákolásokba, vagy kit szolgálunk akkor? Azt mondja az Isten igéje, hogy a bánvány imádás az egy rettenetes bűn. Ennyi már, új szövetségben vagyunk, hát mi, hogy bálvány imádás, mi soha nem imádunk bálványt. Mi nem borulunk a semmiféle szobor előtt, meg semmi. Jaj, eszembe jutott, hogy a fösvénység az bálvány imádás, ezt mondja a Biblia. Csak nem fösvények vagyunk. Főleg itt december hónapban. Hát de volt, hát ilyenkor azért csomagot készítünk, meg hát azért egy kicsit, ilyenkor azért többet adunk. De vajon mi van egész évben? A többi 11 hónapban nekem olyan szívenütő volt, mikor én ezt valamikor megértettem, mert egy nagyon takarékos ember vagyok. És összekevertem a takarékosságot a fösvénységgel. És megértettem, hogy az Isten országában nem szabad takarékoskodni. Ne takarékoskodjak az Isten országának a dolgaiba. Persze nagyszerű dolog a takarékoskodás. Cigány gyülekezetben nem szól erről prédikálni, hogy ne takarékoskodj. Hát nem takarékoskodnak, pont szegények, ezek az egyik nagy bajuk a sok közül, hogy ami most van, akkor ihaj, csuhaj, szép az élet, hadd menjen. Holnap mi lesz? Ki tudja, baj lesz valahol. Bálványimádó lennék, hogyha fösvény vagyok. Hogyha nem hívom meg az éhezőt egy kávére, egy üdítőre, amiből egy ebéd lesz. Azért szeretem a bizonyságot hallogatni, mert utána olyan jól lehet róla beszélni. Olyan jól lehet utána prédikálni. Kielemezni. Köszönöm. Egy Korintus 9. Egy Korintus 9. 16. Korintus 9.16-ból egy hosszabb részt szeretnék felolvasni. Azért, hogy az Isten igéje úgy tegyen helyre bennünket. Egy Korintus 9.16. Mert ha az evangéliumot hirdetem, tehát szolgálatról van szó, sámfárságról van szó, a várakozásban. Mert ha az evangéliumot hirdetem,
nem dicsekedhetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem, mondja Pál apostol. Jaj, ugyanis nékem az evangéliumot nem hirdetem. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önszántamból, akkor sáfársággal bíztak meg. Micsoda tehát az én jutalmam? Az, hogy amikor prédikálom az evangéliumot, ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát, hogy ne éljek vissza a hatalommal az evangélium hirdetésénél. Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, mondja Pál apostol, hogy zsidókat nyerjem, meg a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá lettem, hogy a törvény alatt lévőket megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye alá tartozó, hogy a törvény nélkül valókat megnyerjem. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenekké lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket. Ez pedig az evangéliumot teszem, hogy részestárs legyek abban. Amen. Nem tudjátok én, Istennek népbe hívő emberek, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a díjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek, mert mindazt pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben önmegtartóztató. Megállok egy kicsit, nem bírom, hogy menjek tovább. A sáfárság egy önmegtartóztató életet jelent. A sáfárság azt jelenti, hogy ne az én, hanem az Isten dolgai menjenek előre. Lemondok a saját tervemről, saját vágyamról, céljaimról, és előnyben részesítem az Isten vágyai céljait. És az a nagyszerű, hogyha Istennel áldott kapcsolatban élek, akkor a kettő szinte összekapcsolódik. Az én vágyam is az lesz, mint az Istennek a vágya. Nincsenek elérhetetlen vágyaim, ha Isten közelében vagyok. Az Úr Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk, és valahol azt olvastam, hogy a bőség azt jelenti, a bőség az Isten jelenlétét jelent az életünkben. Ha Isten jelen van az életemben, az a legnagyobb bőség a világon. Nem a 10 pulóver és a 30 ink és a 40 darab zokni és a 900 darab nadrág a bőség, hanem a bőség az Isten jelenlét az életemben. Amen. Az amen. Hogy sáfárkodjunk? A sáfárságban úgy kell szolgálni, úgy kell sáfárkodni, hogy mindenben önmegtartóztató legyek. Egy verseny példát hoz, és ha ismeritek a sportlóknak az életét, akkor, amikor nem a reflektor világít rájuk, és nem a magyar zászlót húzzák a rundon fel, és a magyar himnuszt éneklik, ha ismeritek az előtte lévő eseményeket, akkor rájöttök, hogy mennyire önmegtartóztató életet élnek. Egyszer reggel Szegi Krisztinát hallottam, amikor mondta, hogy minden nap reggel 4 órakor kellni, mert már 5 órakor az uszodába kell lennie. Minden nap kivétel nélkül, kilométereket úszni. Fel sem fogjuk ezt. Mert azt hiszem, hogy egyikünk se sportol ennyire aktívan, mint ahogy reggel Szegi Krisztina. De annyira jó megérteni, hogy igaz, hogy a gyülekezet nagyon fontos, és nagyon szeretjük a gyülekezetet, de nem a gyülekezet visz be bennünket a hátán, az örök boldogságba, a győzelembe, hanem gyülekezetbe járunk azért, hogy az egyéni személyes hívő életünk növekedjen és fejlődjön. Mert egymás hitáltal épülünk. Én a Balogh János hitáltal nagyon sokat szoktam épülni. És még egy nagyon kicsit ritkán, mikor van annyi időm, hogy beszélek vele, remélem, hogy ő is épül az enyémből. A gyülekezet nem azért van, ide járjunk, még lehet valami dagdíjat is fizetünk, mert a gyülekezet majd csak becipel bennünket a mennyek országába. Aztán majd mondjuk, hogy kérem,
Hát én nem látom, hát én a Salom gyülekezethez tartozok. Hát még a logó is itt van, valamelyik zsebembe tettem, hova tettem már, hogy soha rúgjál meg. Hát hiába mutogatok logót, hiába hivatkozunk gyülekezetre. Ha arra személyes kapcsolatra nem hivatkozunk, akkor nem fogunk bemenni a mennyek országába. Tehát mondok egy jó, hogy nem is kell hivatkozni erre a személyes kapcsolatba. Mert azt mondja, Jézus, hát én az övé vagyok, ő meg az enyém. Hát én ismerem. Hát nekem nem kell bemutatni. Hát én tudom. Kedveseim, a kutyát nem fogja érdekelni, hogy milyen gyülekezetbe jártunk. De az nagyon is érdekelni fogja minket is, és az angyalokat is, hogy Krisztussal egy élő kapcsolatban voltunk-e. Hogy a szolgálatunkban egy élő kapcsolatban voltunk-e. Az Úr Jézus Krisztussal, az élő Istennel. Vagy csak mentünk, tapostunk, mint egy mókus kereket. Csináljuk, csinálni kell, ezt is csinálni kell, mert csinálni kell. Ha nem csinálom, akkor ki fogja megcsinálni? Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben önmegtartóztató, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra fut. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőt csapdossa. Hanem alávetem a testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlan